Zsúfolásig megtelt szerda reggel a Padányi Katolikus Iskola tornaterme. Az intézmény tanulói a koronavírus járvány miatti kényszerű szünet után ismét együtt vehettek részt a húsvéti ünnepkört megelőző, Nagybőjt első napján megtartott hamvazó szerdai római katolikus szertartáson. A katolikus liturgia szerint ezen a napon a 14 évnél idősebbek a vörös hús fogyasztásáról és más dolgokról is lemondanak egészen a feltámadás ünnepéig. Hát biztos, hogy próbálok lemondani valami olyan dologról, ami nekem fontos, hogy ez mi lesz, az még nem tudom, de mindig erre jók ezek az misék, hogy egy kicsit magunkba nézzünk, és esetleg megtaláljuk azt, amiről le tudunk mondani ebben a 40 napban. Most ez az idő abban akar segíteni, hogy minden vágyadat, minden tervedet újra tudjuk megfogalmazni. A Nagybőjt időszaka arra ad lehetőséget, hogy több időt töltsünk imádkozással, mondjunk le valami számunkra kedves dologról, és ne feledkezzünk el az adakozásról. Erre hívta fel a fiatalok figyelmét dr. Udvardi György veszprémi érsek. A főegyházmegye főpásztora szólt arról is, minden korosztály számára meghívást jelent a 40 napos időszak arra, hogy jobbá váljon, és közelebb kerüljön az ünnep igazi üzenetéhez. Mindannyiunk életében vannak olyan pontok, amelyek elébénk állnak, és látjuk, hogy nem krisztuséi kapcsolatok, szokások, életvitel, életvezetés. Ezért nagyon fontos, hogy a mindennapi gyakorlatokban is megjelenjen az imádság, a böjt, az alamizsnaosztás, és ennek nagyon-nagyon karakteres jellege van most, hiszen nem csak egyszerűen böjtölünk, hanem amit nem használunk föl, azt mások számára odaadjuk. És nagyon sok szenvedő, nagyon sok rászoruló van, így tehát van mód hová adni. A liturgia szerint a tavaly virágvasárnapon megszentelt barkaágak hamujával rajzoltak keresztet a szertartáson résztvevők homlokára. Ezzel az egyház a test mulandóságára, valamint a bűnbánat fontosságára hívja fel a figyelmet. A hamvazó szerdát a II. Vatikáni zsinat emelte a szigorú böjti napok közé. Ilyenkor az egyház törvényei szerint háromszor lehet étkezni, és csak egyszer lehet jól lakni. Ezzel a nappal indul a húsvét előtti 40 napos önmegtartóztatás is, amivel arra is emlékeznek a hívők, hogy mielőtt tanítani kezdett volna, Jézus 40 napra elvonult a pusztába. A néphagyományok szerint ezzel a nappal véget ért a farsang, és egészen húsvétig nem tartottak zajos, táncos mulatságokat.